Lezárult a mindössze 8 napos kampány, idén másodszor 4 éven belül negyedszer tartanak parlamenti választásokat Spanyolországban vasárnap. Áprilisban a szocialisták nyertek, de nem szereztek többséget és koalíciós partnert sem. A kormányfő költségvetési tervezetét nem fogadta el a parlament, aki így idő előtti voksolást kért. A konzervatív néppárt hívei győzelemben bíznak. Meggyőződésük, hogy azzal megoldódna a politikai padhelyzet. Ez a madridi nő is úgy véli, hogy ha megszabadulnak a szocialista ballasztól, akkor megáll a hanyatlás, amit már a Rajoy kormány is bizonyított. Tavasszal a konzervatív párt történetének legrosszabb eredményét érte el, de az ifjú, mindössze 38 éves Pablo Casado lendülete nem tört meg. Az előrehozott választásokon esélyt lát arra, hogy kijavítsák azokat a hibákat, amik a néppárt ilyen mértékű vereségéhez vezettek. A konzervatív kampány záron az egyik néppárti képviselő úgy fogalmazott, hogy ha csak egyetlen helyen több széket szereznek, mint Sánchezék, akkor stabilizálódik a spanyol belpolitika, a gazdaság és a társadalom is, és mindenek előtt Spanyolország megőrzi egységét. A szocialista párt Barcelonában tartott a kampány záróját, ami jelképes helyszínválasztás az utóbbi hetekben ismét felerősödő katalán függetlenségi törekvések fényében. Elemzők szerint újra Pedro Sánchez nyerhet, de megint csak nem szerzi meg a kormányzáshoz szükséges többséget, és az újabb padhelyzetet kizárólag egy nagy koalíció oltatná fel, amire még nem volt példa Spanyolországban. Ez az asszony a Podemoszt és a Ciudadanos teszi felelőssé azért, hogy most újra urnákhoz kell szólítani a választókat. Azt mondja, méltatlan bármelyik párthoz is az, amit ők tettek. Az áprilisi választások eredménye után 12 órával igent mondtak az együttműködésre, aztán visszatáncoltak. Ez a Barcelona hölgy pedig úgy látja, hogy Katalóniában a szocialisták az egyetlen párt, amelyik hajlik a párbeszédre, így az egyetlen, amelyiken esély lehet a megegyezésre. A katalán autonóm régióban péntek este éjszaka is demonstráltak, és szombatra is nagyszabású tüntetést hirdettek. A hatóságok tartanak az esetleges rendbontásoktól, ezért 4500 fővel növelték a csendőrök és a rendőrök számát. Az Euronews barcelonai tudósítója azt érzékeli, hogy a valaha volt legrövidebb választási kampány, ha lehetséges egyáltalán, még nagyobb bizonytalansággal zárult, és még több kérdőjelet dobott fel, mint a legutóbbi áprilisban. A közvéleménykutatások egybecsengő jóslata szerint egy nagyon szétaprózott parlament, valamint a szélső jobb felemelkedése várható. Barcelonában pedig a demokratikus szökőár platform mozgósít a választás napjára, szervez nagyszabású tüntetés.